tulajdonképpen annyit kellett csak tennünk, hogy felszúrtuk a karajt késsel, tehát át kellett szúrni, és azt a kolbászt, amit mi készítettünk, tegnap töltöttük, azt belehúztuk szimplán. Fenyvesi Károlyné, vagy ahogy a kollégiumban ismerik, Éva néni mutatta, hogyan készül a töltött karaj. A sütőben szinte kész darabok illatoztak. A disznótoros menü persze nem a sült hússal kezdődik. És azt látjuk, hogy jó tartalmas is lesz, ebben van füstölcsülök is, illetve színhús. A varázskonyha nagy büszkesége a saját készítésű egytálétel, a csülkös babos répa, amellyel már több érmet is nyertek különböző versenyeken. A vacsora elkészítésében diákok is segítkeztek. 5. éve veszek már részt a munkában, az egyetem régi hallgatója vagyok, most már 2 éve csak visszajárok, előtte hallgatóként részt vettem a Kocamburiban is, illetve abban a csapatban, aki itt a konyhán tevékenykedik, a varázskonyha csapatában. A 14. alkalommal megrendezett egyedülálló program célja alapvetően a közösségépítés. Tudjunk együtt örülni, én azt gondolom, hogy ez az a képesség, ami a mai világban egy kicsit megfáradt, és mi ezt szeretnénk folyamatosan ébren tartani. A disznótoros vacsorát mintegy 200 vendég számára készítették a varázskonyhán. A menüben szerepelt lesütött hús, oldalas, rántott hús, hurka, kolbász és fasírozott is.